Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Homérosz művei olyanok, mint a latin nyelv. Nincs rájuk feltétlenül szükséged, de az ismeretük egyfajta presztízs. Az Iliász és az Odüsszeia az egész nyugati irodalom alappillérei. Strabón és Plutarkosz, ókori történetírók, illetve jelentős gondolkodók beszámoltak arról, hogy a hódító Nagy Sándor Arisztotelész tanácsára mindig tartott magánál egy példányt az Iliászból. Miért? Azért, mert olyan akart lenni, mint Achilleusz. Mind az Iliász, mind pedig az Odüsszeia a görög embereknek készültek. Tehát Homérosz érthető okokból nem tartotta fontosnak, hogy az alapokat ismertesse. A görögök már egészen fiatalon kívülről tudták mind a két történetet. Ezen kívül tisztában voltak azzal is, hogy a görög istenek kicsodák, illetve mik a tulajdonságaik. Nyilvánvalóan én nem várom el azt, hogy a görög mitológiát mindenki ismerje. Tehát amikor egy istenről, héroszról vagy halandó hősökről beszélünk, ha az a karakter kiemelkedően fontos, hozzáteszek majd ezt-azt. Mielőtt elkezdjük magát a történetet, mindenképpen el kell mondanom néhány információt, ugyanis feltételezem, hogy érdekel. Az első nagyon lényeges kérdés, miért nevezzük azt éppen úgy? Zeus, a görögök főistene, nagyon kedvelte a nőket. Gyakran megesett, hogy a szenvedélyének lettek maradandó produktumai, és az egyik nem más, mint Dardanosz. Dardanoszról jelenleg annyit kell tudni, hogy az ő unokáját úgy hívták, hogy Trósz. Trósz a trójaiak egyik legendás hőse, és ő az, aki miatt saját magukat úgy nevezik, hogy Trószok. Trósz a legendás hős egyik fia, bizonyos Ilosz. Történt egyszer, hogy az istenek küldtek neki egy jóslatot. Azt mondták Ilosznak, hogy ha a tehennel lefekszik, azon a helyen alapítson egy várost. Ez meg is történt. A tehén lefeküdt, azonban Ilosz bizonytalan volt. Ekkor Pallas Athéné küldött neki egy szobrot, a Palladiont, és ezzel jelezte, hogy csak ugyan ott alapítson várost. Eképpen történt az, hogy Ilosz megalapította a városát, és maga után elnevezte Ilionnak. Tehát mivel a város neve Ilion, ezért lett a műcíme Iliász, ami azt jelenti, hogy Ilion regéje, ének Ilionról, vagy Ilion története. Amelyik tetszik. Ilosz a város alapítójának és névadójának unokája, maga Priamosz, Trója jelenlegi királya. A város másik neve Troé. Ebből származik a Troj, avagy Trója. A következő nagyon lényeges kérdés, amit Homérosz nem kívánt kifejteni, mi volt az oka annak, papíron, hogy a trószok és az akhályok háborúba kezdtek? Az akháj Homérosz elbeszélésében azt jelenti, hogy az egyesült görög sereg. Valójában az akháj az egy ógörög törzs, de most az egyszerűség kedvéért maradjunk Homérosz verziójánál, tehát amikor azt hallott, hogy akhályok, az a görögöket jelenti. Történt egyszer, hogy egy halandó férfi, nevezetes Péleusz és egy el nem múló istennő, bizonyos Tétisz egymásba szerettek. Nekik lesz majd egy közös gyermekük, Achilleusz. Minden úgy ment, ahogyan annak mennie kellett. Majdan Péleusz és Tétisz elhatározták, hogy összeházasodnak. A kettejük esküvője meglehetősen bonyodalmasra sikerült, ugyanis az istenek tanácskoztak, melynek eredményeképpen Eris, a Viszály istennője nem kapott meghívást. Mivel a Viszály istennője nem kapott meghívást, úgy gondolta, hogy csak azért is oda megy. Készített egy aranyalmát, amire a következőt írta. A legszebb istennőnek. Az aranyalmát bedobta a nász nép közé, és a szerencsétlen Hermész, az istenek hírnöke, megtalálta. Az istennők azon nyomban megparancsolták, hogy válassza ki közülük a legszebbet. Hermész okos volt, tehát azt mondta, hogy a legszebb istennőt ne ő válassza ki, hanem a legszebb férfi. Halandó férfi. Mit ad a sors, a legszebb halandó férfi nem más, mint Priamosz király egyik fia, Párisz. Párisz anyját úgy hívták, hogy Hekabé. Hekabénak Párisz megszületése előtt volt egy szörnyű rémálma. Álmában látott egy fáklyát, és azt, hogy Tróját elemésztik a lángok. Tehát, mint egy tisztességes szülő, megfogta az újszülött fiát, és odaadta egy pásztornak, hogy tegye ki a hegyekbe, és hagyja a sorsára.
Azonban az anyjával ellentétben a pásztor jó ember volt, és az apró Páriszt nem hagyta magára. Felnevelte őt, és azután visszaadta a szüleinek. Hekabé ekkor hirtelen megszerette, és mindenki boldog volt. Ami a lényeg, Párisznak három lehetősége volt. Héra, Zeus felesége, Athéné, a bölcsesség istennője, vagy Afrodité, a szerelem és a szépség istennője. Héra azt mondta, hogy mivel ő a leghatalmasabb isten felesége, meg amúgy a testvére is, de az mindegy, magától értetődik, hogy ő a legszebb. Athéné azt mondta, hogy ne a testet vegye figyelembe, hanem a lelket és az észt. Ő maga a megtestesült bölcsesség, tehát magától értetődik, hogy ő a legszebb. Afrodité azt mondta, hogy ne szórakozzunk már, ő a szerelem és a szépség istennője. Teljesen egyértelmű, hogy ő a legszebb. Meg nem mellesleg, ha ő győz, Párisznak nekiadja a legszebb halandó nőt. Párisz meglehetősen nehéz helyzetben volt, de végül is azt mondta, hogy a legszebb istennő nem más, mint Afrodité. A döntésének kettő következménye volt. Az egyik az, hogy Héra és Athéné annyira megharagudtak rá, hogy nem csak az ő, de az egész népének pusztulását kívánták. A másik, hogy Afrodité megtartotta a szavát, és nekiadta a világ legszebb halandó nőjét. A görög istenek elképesztően szerethetők, ugyanis a természet fölötti hatalmukat meg egyebeket leszámítva pontosan olyanok, mint az emberek. Hibáznak, hazudnak, szeretnek, csodálnak, segítenek, pusztítanak, mi egymás. Páris elkövetkező napjait kétféleképpen lehet elmondani. Az első verzió szerint az volt, hogy türelmetlen lett. Hetek teltek el azóta, hogy Afrodité megtette az ígéretét, és még mindig nem tartotta be. Tehát városból városba járkált, és a világ legszebb nőjét kereste. Ami minket érdekel, az a második verzió. Ennek értelmében az apja Priamos elküldte őt Spártába, amolyan diplomáciai megbízással tárgyalni. Amikor Páris elérte Spártát, Menelaosz királynak éppenséggel dolga akadt. Azt mondta neki, hogy várjon néhány napot, és amikor visszatér, minden tőle telhetőt megtesz, hogy Párisznak segítségére legyen. Nem tudom, hogy a filmet megnézve milyennek képzeled Menelaoszt, de az Iliász alapján egy nagyszerű férfi. Tisztességes, becsületes, bátor, egyebek. Ennek a tisztességes, becsületes, bátor és vendégszerető királynak a felesége nem más, mint szép Helené. Mit ad a sors, amikor Menelaosz király elutazott, Párisz ott maradt a házában? Afrodité megjelent, és közölte Párisszal, hogy íme a világ legszebb nője, spártai szép Helené. Igen ám, de Párisznak teljesen jogosan gyanús volt a dolog. Helené férjes asszony volt, tehát ki van zárva, hogy magához vegye. Ekkor megjelenik Athéné, a duzzogó istennő, és mind Párisznak, mind pedig Helenének elveszi a józan eszét. Aminek következtében többé egyiküket sem érdekelte, hogy Helené házas volt. Szép Helené erkölcsi mi volta, szerzőtől függően változik. Homérosz azt mondja, hogy ő volt minden baj forrása. A kettejük távozása Spártából meglehetősen rejtélyes. Ugyanis az eredeti történet szerint Párisz elrabolta őt, meg nem mellesleg Menelaosz kincseit is. Egészen biztos lehetsz abban, hogy Priamos király azon nyomban visszaküldte volna, ha megtudja, hogy a fia elrabolta. Sokkal valószínűbb, hogy önszántából ment el Párisszal, és itt megint csak nem lehet felelősségre vonni, ugyanis Athéné elvette a józan eszüket. Amikor Menelaosz hazatért, mondanom sem kell, nem volt boldog. Felkereste a bátyját, Mükéné hatalmas királyát, akit úgy hívtak Agamemnon. Agamemnon azt mondta, hogy semmi baj, összehívja a görögöket, és visszahozzák Helenét, meg az öccse minden kincsét is. Tehát papíron ez volt a trójai háború kitörésének oka. A görög sereget jogosan nevezték soha nem látottnak, ugyanis a flottát alkotó hajók száma 1184. A hajókon tartózkodó katonák száma több mint 70 ezer. A tényleges méret ennek a negyede, nagyjából 300 hajó és durván 15 ezer katona. A trójai sereg valódi létszámát lehetetlen megbecsülni, de Homérosz elmondása szerint több mint 50 ezer harcos. Így esett hát az, hogy 130 ezer katona hadba indult,
meggyilkolni, illetve lemészárolni egymást, és bízom benne, hogy eddig tetszik a történet, hiszen az Iliász még csak most kezdődik. Haragot, istennő Zengd, Péleidész Achilleusét, vészest, mely sok ezer kint szerzett minden akhánynak, mert sok hősnek erős lelkét Hádészra vetette, míg őket magukat zsákmányul a dögmadaraknak és a kutyáknak dobta. Betelt vele Zeus akaratja, attól kezdve, hogy egyszer szétváltak civakodva, Atreidész, seregek fejedelme, s a fényes Achilleus. A trójai háború az nem Trójánál kezdődik. Először is az történik, hogy az akhályok útközben minden létező várat, várost és templomot kifosztanak. Nagyon lényeges, hogy a fosztogatások során mindenki számára akadt valamilyen hadizsákmány. Előfordult, hogy a hadizsákmány lélegzett. Egyik alkalommal, amikor kifosztották Apollón templomát, foglyul ejtettek egy nőt. Ezt a nőt úgy hívták, hogy Krüszéis. Krüszéis apja, Krüszéis, elment a görögökhöz, és könyörgött a hatalmas Agamemnonnak, hogy váltságdíj fejében adja vissza a lányát. Agamemnon a következőt mondta. Hallod, öreg, ne találjalak én a nagyobb lű hajóknál. Most se idősz hosszan, később se kerülj ide vissza. Úgy ne legyen, hogy a bot s Isten koszorúja se véd meg. Én a leányt nem adom ki. Előbb-utól éri az akkor messze hazájától, Argoszban, az én palotámban, még a szövőszéken szövöget, s velem ágyamat osztja. Menj hát, föl ne dühíts, hogy egészségben hazatérhess. Agamemnon akkor még nem tudta, de az öreg, akit fenyeget, Apollón egyik papja. Krüszész nagyon csalódott volt, és mivel más választása nem maradt, magához, Apollónhoz fordult. Könyörgött neki, hogy büntesse meg a görögöket. Így szólt ő könyörögve, meg is hallgatta Apollón. Jött az Olimposz csúcsairól, haragudva szívében, íját s kétfödelű tegezét hordozva a vállán, és a haragvó válla fölött csörrentek a vesszők minden mozdulatára. Közelgett, mint a sötét éj. Majd a hajóktól messze leült, s röpítette a vesszőt. Rettenetes pengés hangzott, bongott az ezüst éj. Kezdetben csak az összvérekre s a fürge kutyákra lőtte hegyes nyilait, de utána magára a népre, szüntelen és sűrűn tetemek mágiái lobogtak. Apollón haragja 9 teljes napig tombol, majd megjelenik Héra, és azt mondja Achilleusnak, hogy hívjanak össze egy gyűlést, és beszéljék meg, hogy Apollont hogyan tudnák kiengesztelni. A görögök soraiban megtalálható jó néhány jövőbelátó és bölcs ember. Az egyikük Testoridész, nagy tudású férfi, aki annak idején elvezette őket Trójába. A gyűlésen felkeresi Achilleust, és a következőket mondta. Nem fogadalmak bántják őt, és nem hekatombák. Papja miatt haragos, kit semmibe vett Agamemnon, mert a leány ki nem adta, s a díját el se fogadta. Látod, ezért ad a messzelövő kint, s ad ezután is. S addig a csúf dögvészt seregünktől messze nem űzi, míg szerető apjának a szép szemű lányt ki nem adjuk ingyen, díjtalanul, s akkortán megbékítjük esengve. Ha nem lenne elég az, hogy az anyja egy istennő, Achilleus egyik nevelője, avagy mestere egy kentaur volt, akit úgy hívtak Cheirón. Cheirón megtanította mindenre, fegyverforgatásra, gyógyításra, meg nem mellesleg a bölcs gondolkodásra is. Apró érdekesség, adott Achilleusnak egy lándzsát, ami annyira nehéz volt, hogy azt a görögök közül csak és kizárólag ő volt képes felemelni. Ami a lényeg, Testoridész szavait meghalván, Achilleus azt javasolja, hogy a megoldás roppant egyszerű. Adják vissza Krüszész lányát, és Apollón megbékül. Agamemnon, a görögök nagy királya, habár alapjáraton jó ember, az ő legnagyobb gyengesége a kisebbségi komplexusa. Képtelen elviselni, hogy egy hérosz, egy konkrét görög félisten parancsot adjon neki. Hát csak eredj haza bárkáiddal, s embereiddel, Mürmidónoknak légy ura, én veled úgyse törődöm, és haragottól nem félek, hanem így fenyegetlek. Úgy, ahogyan tőlem Krüszéiszt elveszi Foibosz, őt hát én most bárkámmal, meg az embereimmel elküldöm. Szép Briszéiszt majd úgy veszem én el sátradból, a te zsákmány részed. Hogy magad is tudd, mennyire több vagyok én nálad, s hogy utáljon ezentúl más vetekedni velem, s én hozzám mérni személyét. Ahogyan Agamemnon hadizsákmánya volt Krüszéis, Achilleus hadizsákmánya volt Briszéis, viszont ettől több is. Achilleus szerette őt.
Tehát, Agamemnon visszaadja Krüszéiszt, de Achilleusztól elveszi Briséiszt. Achilleusz éppen arra készül, hogy Agamemnont ott helyben megöli. De mivel bölcsen gondolkodott, meg nem mellesleg Athéné vigyázott rá, úgy dönt, hogy nem öli meg. Elmegy a Mürmidónok táborába, és sírni kezd. Igen, amúgy itt lényeges, hogy Achilleusz, habár az egész világ talán legjobb katonája, az Iliászban többet sír, mint amennyit harcol. Az anyja, Thétisz meglátta, hogy a fia szomorú. Előjön a tengerből, és megkérdezi, hogyan tudná felvidítani. Achilleusz kérése roppant egyszerű. Érje el, hogy a görögök tiszteljék őt. Emlékeztesd most odaülve, ragad meg a térdét, tehát hajlandó lesz kedvezni a trójaiaknak, s visszaszorítani minden akályt a hajókhoz, a vízhez. Pusztítsák őket, lakjék jól mind a királlyal, s tudja meg Atreidész is, a Széltiben úr Agamemnon, mit vétett, hogy a legderekabb hőst semmibe vette. Itt szükségeltetik egy kis magyarázat. Achilleuszt azért nevezik Péleidésznek, mert az apja Péleusz. Agamemnont és Menelaoszt azért nevezik Atreidésznek, mert az apjuk Atreusz. Zeuszt azért nevezik Kronidésznek vagy Kronionnak, mert az apja Kronosz. Előfordulhat olyan is, hogy adott szereplőt a becenevén szólítanak. Például a tehénszemű az Héra, a bagolyszemű vagy Tritogénea az Athéné, a messzelövő az Apollón. Illetőleg, ha már itt vagyunk, elmondom azt is, hogy a spártaiak miért használták ezt a fordított V betűt. Kérlek szépen, ez egy görög betű, azt jelenti L, mint lambda. A lambdát tekinthetjük jelképnek, ugyanis a büszkeséget szimbolizálta. Ezen kívül Spártának, magának a városnak a görög neve Lakedaimon. Mivel a város neve Lakedaimon, ezért is használták a lambdát, mint a városuk címerét. Tehát, Achilleusz azt kéri, hogy Zeusz addig segítse a trójaiakat, amíg a görögöket annyira szétverik, hogy ő marad az egyetlen reményük. Zeusz beleegyezik, sőt, rá is bólint, amire Zeusz rábólint, az úgy is lesz. És Achilleusz parancsba adja a Mürmidónoknak, hogy tegyék le a fegyvert. Időközben Zeusz azon gondolkozott, hogyan tudná Achilleuszt megtisztelni. Azt találta ki, hogy az akhályok vezetőjének küld egy álmot. Az álom felvette egy görög hős alakját, akit úgy hívtak Nestor. Ő rendkívül bölcs, tehát ha mondott valamit, az úgy is volt. Mindemellett nem csak az Iliászban, de még az Odüsszeiában is fontos. Az álom Nestor képében a következőt mondta. Lónevelő, harcban kitűnő Atreusz fia, alszol? Végig az éjt a tanácsbeli férfiú át ne aludja, az, kire rá van bízva a nép, kinek oly sok a gondja. Hallgass csak szavamat, Zeusznak vagyok én híradója. Tudd meg, a távolból is ügyel rád, szán is erősen. Elrendelte, a fürtös akhályt fegyverbe hivassad, mind az egész sereget, mert most veheted be a trószok széles útú várát. S el ne ragadjon majd a feledés azután, hogy a mézízű álom elenged. Agamemnon bizonytalan volt, tehát kitalálta, hogy a katonákat először próbára teszi. Parancsba adja, hogy vonuljanak vissza. Meglepődött ugyanis a seregének javarésze egyetértett ezzel. A trójai háború 10 évig tartott, maga az Iliász az utolsó 10. év. Na most Agamemnon parancsát figyelemmel kísérték az Olümposzon is. Héra megkérte Athénét, hogy ugyan már menjen le közéjük, és öntsön a szívükbe egy kis bátorságot. Megismerkedünk egy új karakterrel, aki nem más, mint Odüsszeusz. Pallas Athéné lemegy a görögökhöz, belebújik Odüsszeuszba, és az ő hangján a következőt mondta. Atreidész, az akhályok az összes földi halandó színe előtt kívánnak uram szégyenbe keverni, mert hisz nem váltják be, amit te neked megígértek, hogy haza jóbástyás Tróját földulva hajózol. Most meg, akárcsak az özvegy nők vagy a kisgyerekek, mind egymásnak sírnak, s kívánják, hogy hazatérjünk. S íme, 9. esztendünk perdül tova immár, míg itt vesztegünk. Sose korholom én seregünket, ám de gyalázat, hosszas várakozások után üresen hazatérni. Mint ahogyan verebet falt föl kicsinyestül a sárkány, 8 kicsit és 9. anyjuk volt, aki szülte, úgy mi 9 évig küzdünk majd Trója tövében, széles útú váruk 10. már a miénk lesz.
Agamemnon, Nestor, Odysseus meg a nagy görög hősök felbátorítják a sereget és felkészülnek a csatára. Itt mindenképpen hozzáteszem, hogyha időközben elvesztenéd a fonalat, és nem tudnád, hogy adott szereplő éppen kicsoda, semmi probléma. Az Iliászban szereplő hősök száma több mint 60. Tehát véletlenül se gondold azt, hogy mindegyikre emlékezni fogsz. S ott álltak viruló mezején a skamandroszi partnak, számtalanul, valamint a levél s a virág, ha tavasz kél. Szemben a trójaiakkal íj sok fürtös akályhős állt a mezőn, s vágyott azokat szétzúzni egészen. Mindeközben Achilleus parancsba adja a Myrmidónoknak, hogy csak akkor fognak beavatkozni a csatába, ha a trószok már a hajóknál vannak. Miután az akhályok visszanyerték a harci kedvüket, Zeus folytatja a tervét, és elküldi Íriszt, hogy figyelmeztesse a trószokat. Hektor, Priamosz király egyik fia, Trója védelmezője, tudta, hogy isteni szavakat hall. Azonnyomban összehívja a sereget, és kivonulnak Trójából. Majd mikor útjuk után egymás közelébe kerültek, isteni képű Alexandros, válla fölött pár ducbört hordva, s a szép ívű íjat és kardot, s a kezében két jóérchegyű lándzsát rázva, kihívta a legderekabb argív daliákat, hogy vele megverekedjenek ott a dühös viadalban. Rögtön, amint meglátta Árész kedvelt Menelaosz, nagy léptekkel sietett seregének elébe, úgy megörült valamint az oroszlán, hogy a hatalmas testet talál. Párisz, avagy másik nevén Alexandrosz kitalálta, hogy ne legyen háború, csak egy párbaj. Menelaosz végtelenül boldog, végre valahára megölheti őt. Na most, ha bár kihívják egymást, maga a párbaj nem történik meg, ugyanis Párisznak inába száll a bátorsága. Hektor elképesztően mérges volt, és az öccsének a következőt mondta. Gyász Párisz, arca remek, csábító, nőkbe bolondult. Bár ne születtél, vagy pusztultál volna, te nőtlen. Én bizony ezt kívánnám, s több is volna a haszna, mint hogy ilyen szégyen légy most mindenki szemében. Lám, ugye nem várod be Árész kedvelt Menelaoszt? Megtudnád, kinek őrzöd most viruló feleségét. Elmondhatjuk, hogy Hektor felháborodása jogos, ugyanis teljesen mindegy, hogy az öccse hogyan hozta el Helenét. A lényeg az, hogy hány asszony várja majd hiába férjét Trója kapujánál. Hány ezer embernek kellett meghalnia azért, mert két ember nem tudta tűrtőztetni magát? Avagy, amiért az istenek nem engedték meg, hogy tűrtőztessék magukat. Miután Hektor leszitta őt, Páriszt elkapta a becsület, és mégiscsak azt kéri, hogy Menelaosszal párbajozhasson. Halljátok tőlem trószok, slábvértes akhályok, hogy mit mond Párisz, ő, ki miatt támadta viszályunk. Azt kívánja, az összes akhály és trójai harcos, ékes fegyvereit tegye nyomban a dúsölő földre, s őt a középre ereszétek, meg a hős Menelaoszt, hogy Helenéért s minden kincsért vívjanak ott meg, és amelyik majd győz, s derekabb lészen ebben a harcban, fogja a kincseket, és vigye el békében az asszonyt, és mi barátságot kössünk igaz eskükötéssel. Így szólt ő, megörültek a trójaiak és az akhályok. Hitték már, hogy vége a gyötrő háborúságnak. Tehát mindkét sereg megesküszik, hogy elismeri a győztest. Párisz és Menelaosz párbaja az kész röhely. Van egy görög király, Spárta királya, aki harcol a feleségéért. Meg van egy trójai herceg, akit egyszerre két isten is támogat, Zeus, illetve Afrodité. Két isten támogatja, és Menelaosz még így is két alkalommal majdnem megöli. És most jön a csúcspont. A párbaj kellős közepén Afrodité megfogja Páriszt és visszaviszi Trójába. Miközben a két sereg egymással farkasszemet néz, Párisz és Helené nyugodtan szeretkeznek. Zseniális! S eképpen szólt sereget vezető Agamemnon. Trószok, dardánok, segítők, hallgassatok én rám! Láttátok, hogy Árész kedvelt Menelaosz a győztes? Így hát Helenét minden vagyonával adjátok ki, s olyan bírságot is, oly nagyot, illőt, hogy késő unokáink közt is járjon a híre. Így szólt Atreidész, s helyeseltek mind az akhályok. Időközben az Olümposzon Zeus gondban volt. Nem tudta eldönteni, hogy Menelaosz győzelmének következtében mihez kezdjen. Héra azt kéri a férjétől, hogy pusztuljon Trója. Erre a hatalmas főisten a következőt mondta. Más mondok neked én, te pedig vesd jól a szívedbe, hogyha talán nekem is kedvem kell földig alázni oly várost,
hol előtted kedves férfiak élnek, akkor majd haragom ne halasz te se, hagyd cselekednem, mert neked adtam emezt önként, noha kényszerű szívvel. Mert tudd meg, hogy alatta a napnak, a csillagos égnek minden város közt, mit laknak a földi halandók, szívem a szent Tróját mindig legtöbbre becsülte, és Priamoszt, s népét kőrizsgerelyes Priamosznak. Oltárom sose volt híján illő lakomának és illatnak, italnak, mert ez tőlük a részünk. Az istenek megállapodnak. Az lett a végeredmény, hogy leküldik Athénét, aki úgy alakítja a dolgokat, mintha a trószok megszegték volna az esküt. Athéné felkeres egy szerencsétlen trójai hőst, és a következőt mondta. Hallgatnál-e reám, te Lükaón hőszívű sarja? Mernéd-e gyors nyiladat Menelaosz hősre kilőni? Neked a trójai nép hálát és hírnevet adna, hogyha az Atreidészt látná, a vitéz Menelaoszt, mert a nyilad leigázta, a bús mágjára kerülni. Rajta tehát vett célba a nagy nevű hős Menelaoszt. Athéné ténykedése az egészen fantasztikus. Ráveszi a trójai hőst, hogy próbálja meg megölni Menelaoszt. Majd amikor kilövi a nyilat, maga Athéné az, aki Menelaoszt megvédi. Ekkor a bátyja, Mükéné királya eképpen beszélt. Argosziak, ne lazítsátok hős harci erőtök, mert hisz Zeus atya úgysem lesz hazugok segítője. Ám kik először megsértették eskükötésünk, testük gyenge húsát kesejük fogják falatozni, s kedves hitvesüket, s csacsogó csöbb gyermeküket mind bárkán hurcoljuk haza majd, ha bevettük a várost. Az ötödik énekben az történik, ami az Iliász jelentős részét alkotja. Van több mint 60 darab hős, akik egymással harcolnak. Minden hősnek van egy apja, egy bátyja, egy sógora, a sógorának egy ismerőse és annak egy férje, akinek a nevét fél percen belül elfelejted. Azonban ez már nem csak az emberek harca. A két sereget már ténylegesen maguk az istenek segítik. Az egyik görög hős, Pallasz Athéné kegyeltje, bizonyos Diomédész. Bátran csak, Diomédész, most verekedj meg a trósszal, mert a homályt elvettem, amely szemed ült el eddig, hogy jól ismert föl, melyik itt Isten, melyik ember. Hogyha tehát valamely Isten csalogatna csatára, nem múló örök Istennel viadalra ne állj ki mással. Hogyha azonban Zeusnak lánya jön erre küzdeni, Afrodité, sebesítsd meg jóhegyű érccel. A trójaiak egyik nagy hőse, bizonyos Aeneas, aki nem másnak, mint Afroditének a fia. Magától értetődik, hogy amikor Diomédész, Athéné bajnoka párbajra hívta őt, az anyja azon nyomban a segítségére sietett. És mostán odavész, sereget vezető Aeneas, Afrodité, Zeus lánya, ha nem veszi észre. Mert átfonta fehér karjával jó fiú sarját. Védelmül, nehogy őt egy hős megdárdázza a mellén és elorozza a lelkét. Ő szeretett fiú sarját, így kiragadta a harcból. És hogy elérte, sűrű gomolyon kergetve keresztül, akkor a hős lelkű Tűdeusz fia nekiszökelt hegyes érccel, s gyönge kezén sebet ejtett. Átszakította az érckelevész hegye nyomban a bőrét, ambróziás leplén áttört, szép tenyerének szélénél. És isteni vére folyt, az ikhor, mely nedve a boldog olimposziaknak, mert kenyeret sosem esznek, fénylőbort sosem isznak, éppen ezért vér nélküliek, s nevük is nem enyésző. Miután Diomédész megsebesíti Afroditét, ami amúgy elég nagy dolog, megjelenik Apollón és megmenti őt. Afrodité visszamegy az Olimposzra és elkezd panaszkodni Zeusnak. Athéné dühe fékezhetetlen volt, továbbra is biztatja a bajnokát, Diomédészt, aki Aeneaszt további 3 alkalommal próbálja meg megölni. Háromszor nekiugrott, hogy leterítse a harcban, 3-szor rázott rá fénylő pajzsot Apolló, s hogy negyedízbe rohant neki, mint valamely dühös isten, rettenetes hangon szólt rá nyilazó nagy Apollón. Tisztább ész, Tűdeusz fia, visszább! Égi lakókkal egyben nem érd magadat! Itt mindenképpen fontos megemlítenem, hogy Aeneas védelme okkal történik. A trójai emberek száma, akik túlélik a város kifosztását, elenyésző, de a végzetes napon megépítenek 20 hajót, majdan Afrodité és Zeus támogatásával keresnek egy új hazát. Aeneas és a túlélők lesznek azok, akik elkezdenek egy új nemzetséget. És ebben a nemzetségben lesz 2 ifjú, akik megalapítják Rómát.
Miután megmentette Aeneaszt, Apollón felkeresi Áreszt, a háború istenét, aki egészen megdöbbentő módon a háborúban volt, és megkérte, hogy segítsen a trószoknak. Így is történt. Kedveseim, bámulhatjuk mi az isteni Hektort, mély derekas, deli dárdavető, bátor szívű bajnok, s mindig egy isten van vele, hogy megvédje a vésztől. Földi halandó képében vele jár ma is Áresz. Csak hátráljatok, arccal a trójaiak felé mindig, égi lakókkal szemben erős viadalt ne kívánjunk. Héra meglátta, hogy Áresz a trószokat segíti. Magához hívja Athénét, és kitalálják, hogy ők ketten lemennek a görögökhöz, és segítenek nekik. Athéné felveszi Zeus páncélját, és Diomédész oldalán nekiindul, hogy a háború istenével megütközzenek. A párbaj vége az lett, hogy Athéné konkrétan fenékbe szúrja Áreszt, aki azon nyomban az Olimposzra megy, és ő is panaszkodik Zeusnak. A hatalmas isten eképpen felelt. Ej, ne nyafogj mellém ide ülve nekem, te csapongó! Minden olimposzi isten közt legjobban utállak. Mindig a harc kedves neked és a viszály meg a dúlás, mert az anyád konok és iszonyú lelkét örökölte. Híráit, kit alig tudok én leigázni szavammal. Úgy hiszem éppen ezért, hogy a mostani bajba is ő vitt. A trószokat minden isten faképnél hagyta, ám ekkor Hektort felkereste egy jós. Azt mondta neki, hogy menjen el Trójába, és parancsolja meg a nőknek, hogy keressék meg a lehető legszebb leplet, és azt a leplet tegyék oda Athéné oltárára. Ennek következtében esetleg megbékül a szíve. Így is történik. Találkozik az anyjával, az apjával, Párisszal, Helenével, mindenkinek tanácsokat ad, és közli, hogy sietnie kell, ugyanis Trója veszélyben van. Nem utolsó sorban találkozik a feleségével, Andromachéval, illetve a kisfiával, akit úgy hívtak, hogy Astyanax. Astyanax szó szerint azt jelenti, hogy a város ura. Andromaché könyörög neki, hogy a gyerekét ne tegye árvává, illetve őt özvegyé, de Hektor eképpen beszélt. Nincs oly férfi, ki sorson túl Hádészra vet engem. Csak hogy a végzet elől, azt mondom, senki se futhat. Sem hitvány, se nemes, miután megszülte az anyja. Zeus, s más égi lakók, ti vigyétek teljesedésbe, hogy fiam is, mint én, tűnjék ki a trójaiak közt, ő is erős legyen, és Tróján gyakorolja uralmát. Így szólván ragyogó Hektor fölemelte a fényes lóforgó sisakot, s hű hitvese ment haza ismét, folyton visszatekintve, keserves könnyeket ontva. S Hektort, bár még élt, házában nyögve siratták, mert már nem hitték, hogy a harcból visszakerülhet, s hogy kikerülheti karjait és erejét az akhájnak. Párisz csatlakozik a bátyjához, ugyanis feltámad benne a becsület, és ő is védeni akarta a hazáját. Amikor Athéné meglátta, hogy Párisz és Hektor bekapcsolódtak a csatába, ismételten elindul, hogy az akhályokat segítse. Azonban összetalálkozik Apollónnal. Nagy Zeus lánya, miért jössz így hevesen az Olimposz ormáról? Miért üzd lelked tele indulatokkal? Tán, hogy az ingadozó diadalt Danaosz daliáknak nyújtsd. Hisz a trójaiak vesztét csöppet se siratnád. Jobb, ha tanácsom megfogadod, hisz a hasznod így is több. Szüntessük ma a háborúságot, a harc viadalmát. Később küzdjenek újra, amíg föl nem lelik immár végét Trójának. Hiszen úgy kedves szíveteknek, istennők, hogy a várost földújjátok egészen. Athéné azt mondta, hogy Apollón ajánlata teljesen megfelelő. Érdeklődik, hogy miképpen szüntessék be a harcot. Apollón azt javasolja, hogy Hektor hívjon párbajra egy görög hőst, és amikor győzedelmeskedik, elveszi a görögök harci kedvét. Halljátok szavamat, trószok, slávvértes akhályok! Hát kit a lelke velem szemben megküzdeni bíztat? Lépjen elő, ragyogó Hektorral vívni magában! Magától értetődik, hogy a legendás Hektorral nem sokan akartak párbajozni. De aztán Nestor és Agamemnon felbátorítja a seregüket, aminek következtében többen is jelentkeznek. Mivel sokan voltak, sorsot kellett húzni, és a győztes nem más, mint Aias, akivel találkozhattál már úgy is, mint Ajax. S voltak így szólt ekkor, a tágterű égre tekintve. Zeus atya, legmagasabb, ki uralkodol Ida hegyéről. Add Aiasnak a győzelmet, s a dicső diadalmat. Hogyha pedig Hektort is kedveled, érte is aggódsz, add nekik egyformán az erőt, egyként a dicső hírt.
A filmben az történt, hogy Hector megölte őt. Azonban valójában mind a ketten eltörik a lándzsájukat, igen komolyan küzdenek, de egyikük sem győzött. Zeus mindkettejüknek küldött egy hírnököt. Kedves jó fiaim, hagyjátok a harcot, a vívást, egyként kedvel amúgy is a fellegtorlasztó Zeus. Mindketten daliák vagytok, kiki látta közöttük. S már közelít is az éj, jó lesz engedni az éjnek. Erre sisakrázó Deli Hector válaszul így szól. Ájász, Isten adott néked nagyságot, erőt is, észt is. Az összes akháj közt legjobb lándzsavető vagy. Most hát hagyjuk a vívást abba, a harc viadalmát mára. Fogunk később még küzdeni, míg csak egy Isten szét nem választ már, s egynek nem nyújt diadalmat. Híres ajándékot váltsunk egymással azonban, hadd szólhasson-e épp egy akháj vagy trójai később. Lám, ők lélekevő perrel szálltak viadalra, és úgy váltak szét békülten, mint a barátok. Az Iliász legszebb mozzanata az, amikor a szemben álló felek felteszik a kérdést. Mégis miért harcolnak? Hector és Ájász párbaja ékes példája annak, hogy a trójai háborúban harcoló hősök miért lettek világhírűek. Az ókori görögök három dolgot tiszteltek nagyon. Az isteneket, a hősöket, illetve a holtakat. Akár háború, akár nem, a halottaknak járó tiszteletet meg kell adni. Nestor, a mélyen tisztelt bölcs, eképpen beszélt. Atreides, Sti, az összes akhályok többi vezére. Jaj, de sokan haltak meg már hosszúhajú hősök. Itt a Skamandrosznál ontotta ki éjszínű vérük érdes árész, s Hádész házába suhant le a lelkük. Szüntest hát seregünk viadalmát hajnalidőben, mink azután hordjuk szekerekkel a holtakat össze, összvérrel meg ökörrel, s égessük meg utána itt a hajók közelében, hogy majd gyermekeiknek csontjaikat vigyük el, mikor újra hazánkba hajózunk. A trójai seregben problémák adódtak. Néhányan azt akarták, hogy mivel amúgy is Menelaosz győzött, hozzák ki Helenét meg a kincseket, adják oda a görögöknek, aztán legyen mindenki boldog. Páris kijelenti, hogy Helenét nem, ellenben Menelaosz minden kincsét visszaadja, sőt, még ad hozzá bónuszt is. Priamosz király követet küld a görögökhöz, és érdeklődik, hogy mit szólnak a dologhoz. Senki Alexandrosz kincsét most el ne fogadja, még Helenét se, hiszen bizonyos még gyermek előtt is, hogy már vesztük hurka vetődik a trójaiakra. Eképpen szólt a király Agamemnon. Válaszadó szavunk ez, s magam is helyeselni tudom csak. Ám a halott mágiák ellen már nincs kifogásom, mert csöppet sem irigylem a megholtak tetemétől, hogy hamar élvezhessék már a tüzet, ha elestek. A halottak elégetését követően a görögök megépítenek egy falat. A lényeg az, hogy amennyiben a trószok megkísérlik felgyújtani a hajókat, képesek legyenek meggátolni azt. Időközben Zeus haragos lesz. Az volt a problémája, hogy habár ő az istenek feje, nem minden úgy történt, ahogyan eltervezte. Hadd mondom ki, amit keblemben sürget a lelkem, hogy ne merészkedjék istennő, sem pedig Isten által vágni az én szavamat. Helyeselje az összes, hogy mennél hamarabb tudjam befejezni a munkát. Mert kit rajta kapok, hogy távol az égi lakóktól menne segítségére a Trósznak vagy Danaosznak, az csúnyán megütöm, s úgy tér az olümposzi csúcsra. A leghatalmasabb istennek volt egy mérlege. Ebben a mérlegbe beletette az akhályok, illetve a trószok sorsát. Az akhályok lesüllyedtek, tehát a görög sereg kellős közepébe belecsapott egy villám. Odysseus, a cseleghez értő, elkezdett könyörögni. Zeus atya, sújtottál-e idáig erős fejedelmet ekkora átokkal, s hírét elvetted-e már így? Hát könyörgésem vidd most, Zeus teljesedésbe. Engedd, hogy legalább mi magunk éppen hazajussunk, s trójaiaknak eként az akhályt leigázni ne engedd. Így szólt, és Zeus atya őt megszánta, a könnyeket ontót. S bólintott, hogy a népe egész lészen, és oda nem vész. Ezen a ponton az történik, hogy Hectort maga Zeus támogatja. Úgy viselkedik, mintha egy isten lenne. A nyilvesszők nem találják el, a dárda nem sebzi meg. Tehát pontosan az megy végbe, amire Thétis annak idején megkérte őt. Héra és Athéné sokadjára is ellenszegülnek Zeusnak, és kitalálják, hogy már pedig lemennek oda, és beavatkoznak. Ekkor Zeus elküldi hozzájuk Íriszt. Mert kijelentem a szót, s ez megy majd teljesedésbe.
Megsántítom gyors paripáikat, ők magukat pedig penderítem lefelé, szekerük pedig összetöröm majd. S körbeforoghat 10 esztendő, ők azután sem gyógyulhatnak még ki a villámverte sebekből. Lássa a fényszemű, apjával harcolnia jó-e? Mert Hérára nem is vagyok így mérges, haragos már. Megszoktam, hogy a szándékon gátolja örökké. Amikor beköszönt a hajnal, Hektor üzenetet küldött Trójába, miszerint a saját házában minden asszony rakjon tüzet, hogy a görögök azt higgyék, a város tele van katonákkal. Eközben a trószok teljesen biztosak abban, hogy másnap győzedelmeskednek. Mint a midőn magas égen, a fénylő hold körül ékes csillagraj ragyog, és szellő sem rezzen a légben, s feltűnik minden kiszökő szírt, égbedöfő bérc, minden csillag látszik, örül szívében a pásztor. Így sok tűz lobogott, trójaiak gyújtotta nagy őrtüzek Ilion alján. Ott égett a mezőn az 1000 tűz, mindegyiküknél 50 harcos ült. Miután Zeus villámot küldött a seregük közepébe, az akhályok számára egyetlen lehetőség maradt. Achilleust ki kell lengesztelni. Hogyan lehetne ezt megtenni? Nestor, a bölcs férfiú, eképpen beszélt. Nem hiszem én, hogy más jobb tervet tud kieszelni gondolatomnál, mely megvolt rég. Hajadon Briseiszt, feldühödött Achilleus sátrából elkiragadtad. Nem kedvünkre bizony. Hosszan lebeszéltelek akkor és hevesen, de te engedtél nagy dőjfű szívednek, és kit az istenek is tisztelnek, a legderekabb hőst megsértetted, ajándékát te bitorlod. Azonban nézzük még most is, mint nyerjük vissza a szívét, nyájas ajándékokkal, mézes szép szavainkkal. Agamemnon helyeselte a szavait, és engedve a saját becsületéből, megígérte. Achilleusnak rengeteg ajándékot ad. Többek között 7 egész várost, 7 nőt, 12 lovat, az egyik saját lányát feleségül, és egyebeket. Mindemellett minden istenre megesküszik, hogy Briseiszt egy ujjal sem bántotta, és nem vitte az ágyába. Megkéri Odüsszeuszt, hogy közölje a híreket Achilleusszal. Ez meg is történik, azonban habár Odüsszeusz Achilleus egyik legkedvesebb barátja, még ő sem tudta meggyőzni. Mint a madár, viszi tollatlan kicsinyeknek az étket, hogyha elér valamit, viszi nékik, s ő maga koplal. Így töltöttem el én álomtalan éjjeket egyre, míg véres napokat vívtam végig verekedve. Most miután elorozta a zsákmányom, s becsapott már, meg se kísértsen, mindent jól tudok, úgy se vehet rá. Törje fejét Odüsszeusz, te veled, meg a többi királlyal, hogy mint védje a gályákat gyilkos tűzű lángtól. Egyszer már becsapott, megsértett, másszor ugyan nem szed már rá, legyen ennyi elég neki. Szép nyugalomban pusztuljon, hisz eszét már elvette a bölcs Zeus. Egy hajszálnyira sem becsülöm, s adománya utáltat. Achilleus egyebek mellett azt is kijelenti, hogy a Myrmidónokat hazaviszi, és nem fog tovább harcolni egy olyan háborúban, aminek semmi értelme nincs. Meghalván a híreket, Agamemnon és Menelaos beszélgetni kezdenek. Mindketten egyetértettek abban, hogy Zeus a trószok oldalát fogja. Tehát ha győzni akarnak, ki kell találniuk valamit. Azt találták ki, hogy a trószok táborába küldenek néhány kémet. De ez nem volt ennyire egyszerű, ugyanis miután egész nap harcoltak, a görögök fáradtak voltak. Nem akad hát férfi, ki bízva saját hős lelkében, közelébe hatolna a nagyszívű trósznak? Tám valamely kóbor daliát még fogjul is ejthet? Vagy mi nekünk valamely hírt hozhat a trójaiaktól? Egymás közt miket is terveznek? Akarnak-e távolgájáknál vesztegelni még? Vagy vissza a várba húzódnak, miután az akhálysereget leigázták? Mindezeket megtudhatná, s megtérne mi hozzánk sértetlen, s nagy hírre kerülne az égnek alatta minden népek közt, s igazán szép lenne a díja. Nestor szavain felbuzdulva, a görögök első önkéntese Diomédész, az, aki korábban megsebezte Afroditét. De nem mehet egyedül, tehát azt mondták, hogy válasszon magának egy társat. Az első jelentkező Menelaos, azonban Agamemnon nem akarta, hogy a testvére bajba kerüljön. Tehát Diomédész társa nem más, mint a cseleket ismerő, leleményes Odüsszeusz. Mind a ketten imádkoztak, hogy a bagoly szemű segítsen nekik. Így szóltak könyörögve, meg is hallgatta Athéné. S most, miután a hatalmas Zeus lányához esengtek, mentek, akár az oroszlánok ketten,
sűrű ében, át hullán, tetemen, s át fegyveren, éjszínű véren. Mindeközben a trójai táborban ugyanezt találták ki. Akad-e olyan bátor trósz, aki egyedül, tehát egyedül bemerészkedne a görögök táborába? Akadt. Ám de Dolón ott volt a seregben, sarja a fényes Eumédésznek, a hírnöknek. Arca ugyan nem volt szép, ám jó fürge a lába. Hektorhoz eképp szólt. Nem leszek én rossz kém, nem csal meg várakozásod, mert addig nyomulok közibük, míg végre nem érek Atreidész bárkájához, hol a fejedelmek meghányják vetik azt, hogy futnak-e, vagy verekednek. Hektor megígérte neki, hogy amennyiben sikerrel jár, neki adja Achilleus szekerét és a két halhatatlan lovát. Dolón meglehetősen szerencsétlen volt, ugyanis pontosan szembe ment Odysseuszékkal. Hisz ha kívántok a trójaiak tömegébe hatolni, itt legszélén a nemrég jött trákok hada nyugszik, és a király köztük, Rhesos. Láttam az ő nagy termetű és gyönyörű paripáit. Hónál szebb színűek, s úgy futnak, mint a sebes szél. Engem azonban most vigyetek csak a fürge hajókhoz, vagy hát hagyjatok itt, megkötve kemény kötelékkel. Míg meg nem jöttök, s rólam magatok nem ítéltek, vajon nektek igaz, jó hírt mondottam-e, vagy sem? Az Iliász, habár helyenként furcsán fogalmaz, nagyon szépen átadja a valóságot. Egyáltalán nem ritka az, hogy adott embernek a száján keresztül szúrnak egy lándzsát. Nem ritka az sem, hogy valaki lefejez egy katonát, miközben az a térdét fogva könyörög. Miután kifaggatták Dolont, Odysseusz lefejezte őt. Amikor Diomédész és Odysseusz elérik a trákok táborát, megjelenik Athéné. Elmondja nekik, hogy csendben dolgozzanak, a katonáknak vágják át a torkát, öljék meg Rhesos királyt, majd a lovakat vigyék vissza a hajókhoz. Így is történt. Erre a győzelemre az akhályoknak nagyon nagy szükségük volt. Odysseusz és Diomédész rajtaütésének következtében visszatér a harci kedvük, és elkezdődik egy új csata, ami akkora, hogy 40 oldalon keresztül tart. A film egyik legnagyobb mondani valója, hogy Agamemnon, habár elvárja, hogy érte harcoljanak, ő a saját embereiért nem tenné meg ugyanezt. Az Iliászban nem így van. Ő maga vezeti a sereget, és az első sorokban küzd. Sőt, olyannyira nagy harcos, hogy Zeus üzenetet küld Hektornak, és figyelmezteti őt. Hektor, Priamos fia, tervben Zeusszal egyenlő. Zeus atya küldött el, hogy néked a hírt kijelentsen. Míg Agamemnon néppásztort látott szemeiddel dúlni az elsők közt, kaszabolni a trósz hadirendet, addig tartózkodj a csatától, csak csapatot küld vívni. Ám de ha vagy nyíltól, vagy dárdától sebesülten szökken lóra az, akkor erőt neked ad a viadalban ölni, amíg nem jutsz el a jópadú görbe hajókig, míg nem süllyed a nap, s nem jő el az isteni alkony. Eltekintve attól, hogy feltételezhetően egy görög ember kezének munkája, ebbe most nem megyek bele, az Iliász mind az akhályokat, mind pedig a trószokat dicsőíti. Nem az van, hogy a görögök fantasztikusak, a trószok meg mi hasznák, hanem mindkét oldal egyenlően kitűnő. Az egész csata lényege, hogy az akhályok és a trószok bátorságát bemutassa. Nagyon tömören az történik, hogy van egy hős, aki párbajra hív egy másikat. Valamelyikük megsebesül, mire azon nyomban oda megy egy társa, hogy a sebesültet védelmezze. Majd a védelmező megsebesíti a támadót, és neki is oda megy egy társa, hogy immáron a támadót védelmezze. A görögök soraiban Agamemnon, Diomédész, Odysseusz és még sokan mások megsebesülnek. Eljutottunk arra a pontra, hogy Achilleus aggódni kezd, tehát elküldi Patroklost, a legkedvesebb barátját, hogy nézze meg, mi történik. Mindeközben Hektor úgy viselkedik, mint egy cápa, ami megérezte a vért. Megparancsolja a seregének, hogy törjenek át a barikádon, és gyújtsák fel a hajókat. A többi hadvezér ellenkezik, mondván rengeteg katonát fognak veszteni. De Hektor dühös lett, és a következőt mondta. Mondd, miért is rettegsz te a harctól, vad viadaltól? Hisz ha mi egy szálig minden hullunk az akhályi bárkáknál, neked akkor sem kell félni haláltól, mert a szíved sose harcias, és a csatát ki nem állja. Ám ha a harctól húzódol, vagy mást is akarnál elfordítani küzdelmünktől csalfa szavakkal, rögtön a dárdámtól sújtva veszíted lelked.
Harcolnak a falakon, a kapunál, az utakon, a hajóknál, de egyetlen dolog bizonyos. Rengetegen meghalnak, és senki nem tud fölébe kerekedni a másiknak. A csata hevében a trószok egyik hőse megöli Poszeidón unokáját. Poszeidón borzasztóan dühös lett, és abban a pillanatban kijött a tengerből, hogy a görögöket segítse. Természetesen volt egy kis gond. Zeus minden istennek megtiltotta, hogy beavatkozzanak. De Poszeidónra nem tudott haragudni, ugyanis ő maga is sajnálta a görögöket. Zeus nem azt akarta, hogy az akhályok elpusztuljanak, csak azt, hogy Achilleust megtiszteljék. Így harcoltak ezek, mint égő tűz lobogása. Zeus kedvelt Hektor nem tudta meg, észre se vette. Bajja felől, hogy a bárkáknál mind pusztul a népe Argoszi kéz által. S a dicsőség már az akhályé tüstén. Úgy buzdítja a földrázója Poszeidón Argosz harcosait, s erejével védi is őket. Héra figyelemmel kísérte, hogy Poszeidón miként segíti a görögöket, és kitalálta, hogy egyszer s mindenkorra győzelmet ad nekik. Hogyan tudná ezt megtenni? Először is felveszi a legszebb ruháját, a legszebb ékszereit, bekeni magát olajokkal, majdan felkeresi Afroditét, a szerelem istennőjét, és a következőt mondja. Add ide most a szerelmi varást, mellyel te az összes isteneket, meg a földi halandókat leigázod. Látogatóba megyek peremére a dúsölű földnek, Ókeánoszhoz, az isteni őshöz, a Tétüsz anyához, házuk ölében, akik dajkáltak. Mikor Zeus törve Kronoszra, föld mélyére, a meddő tenger alá taszította. Őket látogatom, hogy szűnjék régi viszályunk. Afrodité odaadja neki az övet, amiben a mindenféle bájitalokat tárolta. Úgy gondolta, hogy a cél nemes. Azonban Héra terve egészen más volt. Miután gyönyörűvé tette magát és megszerezte a szerelmi bájitalt, felkeresi az álmot és eképpen beszélt. Álom, az isteneken meg az embereken te ki úr vagy, hogyha szavam meghallgattad már bármikor eddig, hallgass rám most is, hálás leszek érte örökké. Szunnyazd el sugaras szemeit ma szemöldje alatt nagy Zeusnak, rögtön, amint mellé szerelembe simultam. Tőlem ajándékul szép trónt kapsz, el ne menyészült, drága arany. Héfaisztosz, az én bicegő fiú sarjam készíti majd gondol. Habár Héra azt mondja, hogy az álom az istenek fölött is uralkodik, ez nem teljesen igaz. Zeus, ha akarná, simán elpusztítaná magát az álmot is. Ami a lényeg, miután minden úgy alakult, ahogyan eltervezte, felkereste a férjét, Zeust, akiről mindenki tudja, hogy kedvelte a nőket. A fellegrázó főisten a következőt mondta. Héra, később is tudsz még oda útnak eredni. Most inkább jöjj, hogy leheveredjünk itt szerelemben. Mert soha még nem igázta le így körülöntve a lelkem bent keblemben a vágy, sem földi, sem isteni nőért. Zeus atya nagy nyugalomban hált így Gargarosz ormán. Álomigáztas öröm, feleségét ölelte. S futva futott az akhálygályákhoz az álom, az édes, földövező földrázónak, hogy hírt vigyen erről. Az álom értesíti Poszeidont, hogy most minden hatalmát bevetheti, ugyanis Zeus el van foglalva. Poszeidón teljes erejének következtében a trószok az összeomlás szélére kerültek. Mindeközben Héra és Zeus végeznek, és a mindenható ráébredt, hogy a felesége átverte őt. Nem bünteti meg őt, azonban megparancsolja neki, hogy menjen vissza az Olümposzra, és a következőket mondja. Hívd ide gyorsan Íriszt és a nyiláról híres Foibosz Apollót. Hadd szállhasson el Írisz az ércinges görögökhöz, és szólítsa fel ott seregükben a büszke Poszeidont. Vessen a vívásnak véget, házába siessen. Foibosz Apollón meg Hektort serkentse a harcra, újra leheljen erőt lelkébe, feledje a fájó kint, mely gyötri a szívét, az akhály sereget pedig ismént gyáva menekvést indítván fordítsa futásnak. Sok padú harci hajóira Péleidész Achilleusnak még nem rogynak. Achilleus majd serkenti a társát, Patroklost. Ezt meg ragyogó Hektor döfi majd le Ilion alján, hol már addig sok fiatal hőstől. S Hektort felbőszülve sújtja a fényes Achilleus. Apollón vezetésének hála, a trószok már azon dolgoznak, hogy a görög hajókat felgyújtsák. Achilleus meglátja, hogy Patroklos szomorkodik, ugyanis szinte az összes görög hős sebesülten fekszik.
Patroklosz könyörög neki, hogy segítsen a görögöknek. Achilleus nemet mond, azonban megengedi Patroklosznak, hogy úgy cselekedjen, ahogyan jónak látja. Vedd hát föl válladra az én híres hadivértem, s harcos Mürmidónok seregét te vezesd a tusára, mert hisz a trójaiak mékék felhője egészen körbekeríti a bárkákat. El ne ragadjon a harc, meg az ütközet annyira, hogy majd Ilionik vezetett csapatot, Trózt tölve halomra. Bárcsak, Zeus atya, Pallas Athéné, meg Apollón, egy Trózt sem futhatna halála elől, valahány van, és egy Argoszi sem, csak mink ketten menekülnénk. Szent fájtlát egyedül, hogy bontsuk a trójai várnak. Az utolsó mondat minden túlzás nélkül világhírű lett. Achilleus azt kívánja, hogy bárcsak minden görög elpusztulna, és akkor Patroklosszal ketten a teljes dicsőséget learathatnák. Egyébként meg lehet, hogy a filmben egy kicsit nyámnyilának, meg túlzottan önfejűnek tűnik, de Patroklosz egy kiváló harcos és kiváló hadvezér volt. Miután felvette Achilleus fegyverzetét, elmegy a Mürmidónokhoz, és eképpen beszélt. Mürmidónok, Péleidész Achilleus hadinépe, férfiasan feleim, ne feledjünk vívni vitézül, hogy vele megtiszteljük Achilleust, őt, ki az argív gályák közt első, s fegyvernöke, mint tusavívó. S tudja meg Atreidész is, a széltiben úr Agamemnon, mit vétett, hogy a legderekabb hőst semmibe vette. Patroklosz meg a trószoknak esett dühödötten. Háromszor szökkent rájuk, mint szélsebes Árész, szörnyű üvöltéssel, s ugyanannyiszor ölve kilencet. S hogy negyedízbe rohant oda, mint valamely dühös isten, akkor Patroklosz már életed vége előtűnt. Mert elibédállott a kemény viadalban Apollón, rettentőn, de a hős nem látta meg ezt a gomolyban, mert sűrű ködbet akartan jött vele szembe az isten. Patroklosz halála az legalább annyira megalázó, mint amilyen Hektoré lesz. Először is Apollón mögé áll, és megsértve a gerincét, a tenyerével megüti a hátát. Ezután leveszi a mellvértjét, leüti a sisakját, majdan széttöri a pajzsát, illetve a lándzsáját. A mezítelen Patroklosszba beledobnak egy dárdát, de túléli, és elkezd menekülni. Mintha erős, nagy kant, leterít neki rontva oroszlán, mert a hegyek tetején dühödött vágyjal verekednek, keskeny forrásnál, mindkettő ott akar inni. S fú akar, ám az oroszlán őt leigázza erővel. Hősi Menoitiadésznek ekép, aki már sokat ölt meg, Hektor Priamidész elorozta a lelkét. És dicsekedve beszélt hozzá, szárnyas szavakat szólt. Patroklosz, hitted, feldúlod a trójai várost, és a szabadság napját elveszed asszonyainktól, majd szeretett Honiföldethez viszed őket a gályán. Balga te! Patroklosz halálát követően előre tör Menelaosz, aki mindent elkövet, hogy a hős páncélzatát megmentse. Egyébként ez egy nagyon gyakori szimbólum. Ha megölnek egy hőst, azon nyomban elveszik a fegyvereit, illetve a páncélját, aminek következtében mesztelenül fog bolyongani a túlvilágon. Ez egy hatalmas gyalázat, de az igazán hatalmas gyalázat még csak most jön. Trójaiak, dardán tusavívók, férfiasan feleim, ne feledjetek el tusakodni. Még a vitéz Achilleus vértjét testemre kerítem, mit Patroklosz hőserejét leterítve szereztem. Szólt a sisakrázó Hektor, és nyomban elindult vészteli harcukból, s rohanó léptekkel elérte még a közelben társait. Vitték Trója felé Achilleus híres hadivértjét. Látta a távolból őt fellegtorlasztó Zeus, isteni hős Achilleus vértjét hogyan ölti magára? Megcsóvált a fejét, s lelkéhez azonnal leképszólt. Jaj, te szegény, a halált igazán nem sejti a lelked, bár közeledben van. De te most öltöd fel a vértjét annak a legderekabbnak, akit mind retteg a többi, és akinek gyengéd, s bátortását te megölted, és a fejéről, s vállairól leraboltad a fegyvert nem rendjén. De azért néked nagy erőt adok én most, kárpótlásul, amiért haza már sose térsz, s Andromaché Achilleus vértjét le nem oldja te rólad. Hektor, habár rendkívül nemes és becsületes, ezen a ponton elment az esze. Azon van, hogy Patroklosz testének elszállítását meggátolja. Tehát nem csak életében, de még holtában is meggyalázza. A görög mitológiában az a jó, hogy ha adott ember imádkozik, akkor az istenek meghallgatják. Pallas Athéné hatalmas erővel látta el Menelaoszt,
és Patroklos testét sikeresen megmentik. Menelaosz magához hívja az egyik társát, és megkéri, hogy közölje a híreket Achilleusszal. Isteneink, lelkem bús gondját csak be ne váltsák, melyről nékem anyám szólt egykor. Mondva, hogy én még élni fogok, mikor ez legjobbja a Myrmidónoknak, trójaiak keze által majd elhagyja a napfényt. Bizonyára halott az erős Patroklosz, a balga, bár neki én azt rendeltem, ha elűzte a lángot, térjen vissza hajóinkhoz, Hektort ki ne hívja. Achilleusz teljesen összetört. Megjelenik Thétisz, Achilleusz anyja, aki megtudja, hogy mi történt. A fia eképpen beszélt. Bár a viszály odaveszne az isteni és emberi szívből, és a harag, mely a bölcseszűt is méregbe borítja. Édessége a csurgó mézénél is erősebb, míg kebelünkben elárad, füstként felgomolyogva. Bennem is így haragot keltett a király, Agamemnon. Ám ami már megesett, hagyjuk, noha szaggat a bánat. Kedves lelkünket kebelünkben igázzuk erővel. Most pedig indulok én, hogy a drága fej elveszítőjét, Hektort fölleljem. S a halált akkor fogadom majd, hogyha reám Zeus méri, s a többi haláltalan isten. Achilleusz terve az, hogy megöli Hektort, de az anyja rávilágít, hogy nincs páncélja. Megparancsolja a fiának, hogy ne keresse a küzdelmet mindaddig, amíg vissza nem tér. Így is történt. Achilleusz habár nem bocsátkozik harcba, de attól függetlenül a puszta látványa is elegendő, hogy a trószokat megrémítse. Időközben Thétisz eléri az Olümposzt. Felkereste Héfaisztoszt, az istenek kovácsát, és egymással eképpen beszéltek. Lám, félelmetes és tisztelt isten van a házban. Ő, aki megmentett, miután gyötrődve zuhantam ebszemű édesanyám szándéka szerint, aki engem rejteni óhajtott, mert sánta vagyok. Bizony akkor szenved az én lelkem, ha Thétisz nem ölel kebelére. S most ő jött ide, házam ölébe. Bizony nagyon illik, hogy szép fürtű Thétisz jóságát visszafizessem. Héfaisztosz, van-e istennő az olümposziak közt, egy is akár, ki szívében így sok gyászokozó kintűr, amilyen sokkal csak is engem vert meg a nagy Zeus. Térded ölelve könyörgök hát, kit a végzete kurta létre jelölt. Fiamat, lásd el sisakkal, spajzsal is, és gyönyörű lábvértel, jó bokacsattal, spáncéllal, hisz a hűtárs elvesztette a régit, trószoktól leterítve. Majd mikor elkészült mindezzel a nagynevű sánta, fogta, s Achilleusz anyja elé odatette. Hóborította Olümposzról, őfként lecsapott az, s Héfaisztosz ragyogó munkáját vitte magával. Apró érdekesség, mind a mellett, hogy Achilleusz nem sokára csatába indul, Pallas Athéné beavatkozik, és csak úgy, mint annak idején Párisznak, illetve Helenének, a trójai katonáknak Hektorral egyetemben elveszi a józan eszét. Thétisz elvitte a fiának Héfaisztosz munkáját, azonban Achilleusznak volt egy problémája. Attól félt, hogy miközben ő elmegy harcolni, Patroklosz testét belepik a legyek. Így szólt, s nagy bátorsággal töltötte el anyja. S vérszínű nektár csöppentett torrába a holtnak, s ambróziát, hogy a teste egész és tiszta maradjon. Miután végigmegy a táboron, és megpillantja a rengeteg sebesültet, Achilleusz úgy dönt, hogy a hatalmas királlyal békességet köt. A félisten kitalálta, hogy azon nyomban csatába viszi a sereget. A kedves barátja Odysseusz közli vele, hogy a katonák éhesek és fáradtak. Ugyanis mindaddig, amíg ő a sátrában duzzogott, a görögök folyamatosan véreztek. Achilleusz, Péleusz fia, legjobb minden akháj közt. Nem kicsivel vagy több nálam, sőt, sokkal erősebb dárdáddal. De eszemmel sokkal több vagyok én, mert nálad előbb lettem, sokkal többet tudok is már. Azt, aki elhullott, el kell földelni, keserves lélekkel gyászolva, egész nap könnyeket ontva. Ám kik a gyűlöletes harcokból hátra maradnak, már az evésre legyen gondjuk, s az ivásra, hogy annál inkább vívhassunk a reánkrontókkal egész nap. Odysseuszt nem véletlenül nevezték leleményesnek, eszesnek, fényes elméjűnek, továbbá cselekhez értőnek. Achilleusz megkapja a rengeteg ajándékot, továbbá visszakapja Briseiszt, de ő az egyetlen, aki nem eszik és nem iszik. Zeus leküldi Athénét, hogy Achilleuszba csöppentsen egy kis ambróziát.
Miután Athéné rendbeszedte őt, Achilleus befogja a két lovát, Santost és Balioszt. Ezek a lovak kettő dologról híresek. Az egyik az, hogy halhatatlanok, a másik, hogy képesek beszélni. Ezek a lovak voltak azok, amiket Dolónnak adott volna Hektor, ha sikeresen teljesíti a kémkedést. Erre a járom alól így szólt neki gyors paripája, Santos, a földnek eresztve fejét. Tudod meg, erős Achilleus, megmentünk még ma a harcból, csak hogy a veszted napja közel van. S nem mi okozzuk, mert a nagyisten lesz oka, és az erős kezű Moira. S nem mi okoztuk lassúsággal vagy tunyasággal, hogy megfosztották Patroklost fegyvereitől. Mert sebesen száguldunk, mint Zephyros szele száguld, melyet a leggyorsabbnak mondanak. Ám neked is csak sorsod, hogy leigázzon egy isten s ember erővel. Santos nagyon is helyesen beszélt, ugyanis Achilleus végzete az lesz, hogy Paris, a szépségverseny bírája, belelő egy nyílvesszőt, viszont ő maga nem tudja, hogy hova. Achilleus gyenge pontját a halandó emberek nem ismerték, tehát ahhoz, hogy Paris nyílvesszője célba találjon, kellett egy segítő, aki nem más, mint Phoebos Apollón. Apró érdekesség, amikor Achilleus a filmben lefejezte Apollón szobrát, az ezt akarta szimbolizálni. Ők ketten nem szerették egymást. Elkezdődik a legnagyobb csata, aminek Homérosz tökéletesen választott címet, az Istenek harca. Az Istenek harcának az a lényege, hogy Zeus visszavonja a tilalmát, és az egész görög panteon szabad kezet kapott. Én magam itt maradok, s az olümposzi bérc meredekén ülve gyönyörködöm. Így nézek le. De menjetek el mind, többiek, innen a trójai és az akháj seregekhez. És aki ezt kiki húz, azt védje, segítse a harcban. Mert Achilleus, ha akár maga küzd csak a trójaiakkal, még úgy sem tudják föltartani, bár kis időre. Már azelőtt is reszkedtek, hisz tőle, ha látták. S most, hogy társa miatt így szörnyű a lelke haragja, félek, a várfalat is szétrontja a végzete ellen. A tényállás a következő. Az akhályokat, avagy a görögöket támogatja Héra, Athéné, Poszeidón, Hermész és Héfaisztosz. A trószokat segíti Árész, Afrodité, Létó, Artemis, illetve Skamandros. Skamandros az technikailag egy Trója mellett lévő folyó, de ugyanakkor egy isten. Mindjárt fontos lesz. Az utolsó csatában egyszerre 10 isten harcolt. Héra és Poszeidón abban a pillanatban visszahúzódnak, mondván csak akkor fognak beavatkozni, ha Hektor esetleg előnybe kerülne. Apollón felkeresi Hektort, és megparancsolja neki, hogy Achilleusszal semmilyen formában ne kezdjen harcot. Az egyetlen probléma csak az, hogy Achilleus megöli az öccsét, akit úgy hívtak Polydorosz. Trója védelmezője elképesztően dühös lesz, és Apollón szavának ellenszegülve párbajra hívja Achilleust. Achilleust sebezhetetlenné teszi Athéné, Hektort Apollón, tehát a kettejük párbajának semmi értelme nincs. Miután Achilleus realizálja ezt, a következőket mondta. Megmenekültél most, kutya! Jó közeledbe került bár csúf véged, de kimentett ismét Phoebos Apollón, ő, akihez könyörögsz, ha kirontasz a dárd az ürejbe. Majd csak rád akadok később, s végzek veled akkor, hogyha nagyisteneink közt van nekem is, ki segítsen. Most megyek, és más üldözök én, akit éppen elérek. A trószok seregét ketté vágják, míg az egyik fele a város felé menekül, a másik felét beleszorítják a folyóba. Achilleus megesküdött Patroklosznak, hogy a tiszteletére le fog fejezni 12 trójai férfit. Tehát beleugrik a vízbe, 12 katonát fogjulejt, és mindenki mást lemészárol. Így ni, feküdj a halak közt, melyek nagy nyugalommal nyalják majd le a vért a sebedről. Édesanyát sem tud kiterítve siratni, de hurcol majd a Skamandros forgatagos vizein le a tenger széles ölébe. És a folyó jobban dühödött a szívében, s lelkében forgatta, hogyan szüntesse a harcát isteni hős Achilleusnak, a vészt tova üzve a trósztól. A görög félisten olyan sok trójai katonát öl meg, hogy a víz elkezdett vörössé válni. Skamandrosnak ez csöppet sem volt ínyére, tehát maga a folyó megtámadja Achilleust. Habár a páncélját maga Héfaisztosz kovácsolta, a folyó istenével szemben semmit nem ért,
tehát Achilleusnak menekülnie kellett. Így szökkent Achilleus, rézsút szaladott a folyótól, az meg háta mögött iszonyúan zúgva követte. S följajdult Achilleus, fölnézve a tágterű égre. Zeus atya, egy isten sem akad már engem a vízből megkönyörülve kimenteni. Ellenem annyit nem vétett egy égi lakó sem, mint jó édesanyám, aki elbűvölt hazugul, mert azt mondotta, hogy én folybosznyila által pusztulok el majd. Bár ölt volna meg itt Hektor, legjobb daliája. Hős hult volna el, és hős hordan a bajnoki zsákmányt. Poszeidón és Athéné megjelennek előtte, és biztatják, hogy a folyó hamarosan lecsendesedik. A folyó lecsendesedésének oka nem más, mint hogy Héfaisztosz, a sánta kovács felperzseli a földet és kiszárítja a folyót. Amikor Szkamandrosz meglátta ezt, megegyeztek Héfaisztosszal, hogy befejezik a küzdelmet és ráhagyják a halandókra. Héra, én ugyan abba hagyom, ha parancsot aképpen akarja. Ám tegye ő ugyanezt, s én még meg is esküszöm arra, hogy soha Trója gonosz napját nem hárítom el már. Még akkor se, ha a harcos akhái vadékok lángba borítják. Az istenek további harca tömören annyi, hogy Athéné melbeüti Afroditét, szó szerint Héra felpofozza Artemiszt, mások meg egészen egyszerűen nem kívánnak egy másik istennel párbajozni. A trószok megmenekülésének oka nem más, mint hogy Apollón elcsalogatja Achilleust. Amikor Achilleus rájött, hogy Apollón becsapta őt, visszafordul és megtámadja a várost. Hektor már készült, arra vágyott, hogy megmérkőzzék vele. Priamos és Hekabé könyörögnek neki, hogy maradjon a várban, de ezen a ponton már senki nem tudta lebeszélni. Tartok a trószoktól, s trójai nőktől, még valamely nálam hitványa bíj szavakat szól. Hektor bízva magában a népét elveszítette. Ezt mondják, de hiszen sokkal jobb lesz nekem akkor megverekednem Achilleusszal, s haza győztesen érnem, vagy pedig ott vesznem, ha dicsően küzdök a várért. Achilleus és Hektor küzdelme meglehetősen parádésan kezdődik. Először is háromszor körbefutják Tróját. Mindeközben Zeus tanakodik, hogy kinek adjon győzelmet. Athéné meggyőzi őt, hogy adjon neki szabad kezet, amit Zeus meg is tett. Athéné felkeresi Achilleust, és a következőket mondta. Ő most már többé mielőlünk nem menekülhet, bárhogyan is kínlódik a messzeható Apollón. Állj meg most, és fújd ki magad, hanem én odalépek Hektorhoz, s majd ráveszem őt, hogy a harcra kiálljon. Athéné terve roppant egyszerű. Felveszi Hektor egyik testvérének alakját, majd közli vele, hogy immáron minden rendben lesz, ugyanis Achilleusszal egyszerre ketten fognak küzdeni. Hektor rendkívül boldog lett, és teljesen biztos volt abban, hogy győzni fognak. Nem futok én, Péleus fia, már ahogy eddig előled. Háromszor menekültem a vár körül, és rohamodra féltem várni. De most már lelkem küld, hogy elébed álljak a harcban, akár leigázlak, akár lehanyatlak. Rajta, az isteneket hívjuk tanukul, kik a legjobb őrzők és tanúk is lesznek, ha kimondjuk az esküt. Nem csonkítlak meg csúnyán, ha a harc diadalmát Zeus nekem adja, s a lelkedet én veszem el viadalban. Ám miután leveszem rólad szép fegyveredet mind, holttetemet kiadom. Te is így tégy vélem, Achilleus. Gyűlöletes Hektor, ne beszélj nekem eskükötésről, mert nincs szerződés az oroszlán s emberi faj közt, és sosem ért egyet lelkében a farkas, a bárány, mert egymás ellen gonoszat terveznek örökké. Így köztünk se lehet se barátság, sem pedig eskü. Amikor Hektor nekiront, realizálja, hogy a segítője meg sem mozdul. Mind a ketten remekül küzdenek, és mivel Hektor Achilleus páncélját viselte, az eredeti gazdája pontosan tudta, hogy hol van a gyenge pontja. A nyakánál. Megfogta a lándzsáját, és Hektor torkát keresztül szúrta. Köribé tódultak a többi akhályok, bámulták, hogy mi szép termete és az alakja Hektornak, s nem akadt, aki rá nem ütött sebet ekkor. S volt, aki így szólt köztük, a szomszédjára tekintve. Jaj, bizony így sokkal könnyebb elbánni a hőssel, mint amikor lobogó tüzeket haigált a hajókra. Miután a görögök kedvükre meggyalázták Hektort, Achilleus mindkét sarkába lyukat vág, áthúz rajtuk egy kötelet, a szekere után köti, és fejjel lefelé visszahúzza a táborba. Priamos, az apja, végignézte ezt.
Azonban cselekednie kellett, ugyanis minden halottat tisztelet illett, Trója hős védelmezőjét meg pláne. Tehát elindult, hogy visszaszerezze a fiát. A párbajukat követően Achilleus a legkedvesebb barátjának temetését határozottan emlékezetessé tette. Miután Patroklosz testét elégették, a csontjait egy színarany csészébe helyezték. Ezt követően Achilleus rendezett egy olyan miniatűr olimpiát. Szekérhajtó versennyel kezdenek. Ez követi az ökölvívás, a birkózás, futóverseny, vívás, súlylökés, íjászverseny és a dárdavetés. Patroklosz nagyon boldog volt, ugyanis Hádész házából mindezeket végignézte. 12 nap telt el azóta, hogy Hektor meghalt, és még mindig nem volt eltemetve. Nagyon fontos, hogy Apollón és Afrodité gondoskodtak róla, tehát a teste nem indult enyészésnek. Apollón egyre inkább dühösebb lett. Istenek, ártók és gonoszak, Hektor sose gyújtott áldozatot nektek, combját kecskének, ökörnek. S most nem hagyjátok megmenteni még tetemét sem, hogy láthassa az asszonya, s anyja, kicsiny fiúsarja, s apja, az ak Priamos, meg a nép, kik mágia tüzében égetnék meg azonnal. Ám ti a vészes Achilleusnak kedvére kívántok tenni, kinek szíve nem jámbor, s kebelében az elme nem tud hajlani. Nehogy, bár hős, haragunkkal sújtsuk ezért őt. Az istenek királya úgy vélte, hogy Apollón igazat szólt. Magához rendelte Tétiszt, és megparancsolta neki, hogy menjen el a fiához, és győzze meg, hogy Priamos ajándékait elfogadja, és Hektor testét adja ki a számára. Így is történt. Zeus elküldi Hermészt, hogy Priamos királyt másodmagával elkísérje. Zeus atya, legmagasabb kiuralkodol Ida hegyéről. Add, hogy Achilleus kedvesen és könyörülve fogadjon. Küldj jós madarat, mely néked a legszeretettebb minden szárnyas közt, s mely mindje között legerősebb, jobbról, hogy lássa. Így szólt ő könyörögve, meg is hallgatta a bölcs Zeus. Sast küldött septem, madarak közt legmagasabb jelt. Achilleus sátra körül volt egy kerítés, azon pedig egy kapu. Ezt a kaput egy olyan fenyőgerendával zárták le, amit csak 3 ember tudott felemelni, de Achilleus egymaga is. Ami a lényeg, Hermész felemeli ezt a gerendát, és Priamos király belépett Achilleus sátrába. Priamos hozzá könyörögve ilyen szavakat szólt. 50 gyermekem élt az akháj seregek közelettén. Harcos Árész oldotta meg annyinak eddig a térdét, és ki egyetlen volt nekem, óvta a többit, a várost, azt te megölted nemrég, míg harcolt a hazáért, Hektort. Tiszteld isteneinket, Achilleus, és könyörülj meg emlékezve apádra, de szánadóbb vagyok annál, vállalom azt, amit ember nem tett eddig a földön. Gyermekeim megölője felé emelem karom esdve. Hogy mertél egyedül közeledni akhályi hajókhoz, szín elé annak, ki oly sok nagyszerű sarja döltem már le idáig? Tám vasból van a szíved? Most hát ülj le a székre, s a fájdalmat, mi szívünkben van, hagyjuk szunnyadni, akárhogy sújt is a bánat, mert a fagyos zokogás nem használ semmit a földön. Isteneink a szegény, múló embernek eképpen szőttek bús létet, míg őket a gond sose gyötri. Mert hisz Zeus küszöbén 2 hordó áll, tele rosszal duzzad az egyik, a másikban van a jó, amit ő ad. Achilleus és Priamos együtt vacsoráznak, sőt mi több, Achilleus megkérte, hogy a saját védelmének érdekében aludjon a sátrának közelében. Ezen kívül megkérdezi Priamost, hogy Hektort hány napig szeretnék gyászolni. Priamos azt mondja, hogy 11 napig. Meg lesz hát ez is, ak Priamos, valamint te kívánod, mert ahogyan kéred, megfékezem addig a harcot. Hajnal tájékán megjelenik Hermész, és felkelti Priamost. Aggódott érte, ugyanis ha Agamemnon véletlenül fogságba vetné, az katasztrofális következményekkel járna. Tehát az éjszaka közepén megsegíti, és visszavezeti őket Trójába. Hosszú 9 napon át hordták oda egyre a szálfát, ám hogy a hajnal jött, sugarát terjesztve 10-szer, hozták már ki a harcos Hektort, könnyeket ontva, és tették tetemét tetejébe a mágia tüzének. Majd miután oda gyűltek, s együtt volt valamennyi, mágia tüzét oltván tiszta fehér csontját testvérei, társai szedték össze kesergés közt.
s arcukról hult a kövér könny. Drága aranyládába helyezték csontjait aztán, és betakarták lágy bíbortakarókkal utána. Majd a kivált sírboltba betették, és tetejében roppant sziklákat seregestül hengerítettek. Halmot emeltek gyorsan, majd mikor állt a halom, hazamentek. S ennek utána szép rendben gyülekezve, dicső lakomát lakomáztak házában Priamosznak, a Zeus táplált a királynak. Így rendezték ők a lovas Hektor temetését. Történt mindez egy szépségverseny miatt. Trója városának védelmezője, sisakrázó Hektor temetésével az Iliász véget ért. Azonban a trójai háború még nem. Ha arra vagy kíváncsi, hogy mi történt ezután, az Odüsszeiában megbeszéljük. Mi az Iliász mondani valója? Mindenek előtt az, hogy az isteneket tisztelni kell, és hogyha ők a fejükbe vettek valamit, az úgy is lesz. Ezen felül a háború az fantasztikus, hiszen hatalmas és dicsőséges hősök születnek. Ugyanakkor a háború borzasztó, hiszen a hatalmas és dicsőséges hősök születéséhez gyakorta nagyon sok más ember halála szükségeltetik. Oldalakon keresztül dicsőíti a barátságot, a testvériességet, az önfeláldozást és a tisztességet. Elítéli a kapzsiságot, a szívtelenséget és a becstelenséget. Kitünteti a jóságot és felelősségre vonja a gonoszságot. Az Iliász egy-két éneket leszámítva egy zseniális alkotás. Ha esetleg azon gondolkozol, hogy a videón felindulva nekiállsz elolvasni, csak akkor kezd el, ha érdekel is, máskülönben szenvedni fogsz. Szóval ez lett volna az Iliász, a nyugati irodalom egyik alappillérének története. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!